Első körbe úgy nézett ki a dolog, amikor a Vitelki Zoltánt a Szima úr megkereste, hogy legyen a DVSC-nek a vezetőedzője. Utána kaptam a Zolitól egy telefont, hogy mi lenne akkor, hogyha csatlakoznék a stábhoz. Én nagyon rövid gondolkodási idő után erre azonnal igent mondtam, mert úgy gondoltam, hogy ez egy nagy megtiszteltetés, hogy egy ilyen múltú klubnál edzői állást kapok. Miskolcon lakok, ott is születtem, családom is ott van. Játékos pályafutásom másod, harmad, illetve negyed osztályba játszottam. 26 évesen kezdtem el edzősködni, tehát immárom 17-18 éve. Tavaly sikerült a prolicenszes diplomát megszereznem, tehát prolicenszes edzőnek vallatom magamat. Az edzői pályafutásom javarészét a DVTK-nál töltöttem, utánpótlás szinten. Javarészt inkább a nagyobb korosztályoknál. Emellett voltam szekcióvezető, illetve a talentprogramnak az egyik vezetője, úgyhogy elég sokrétű volt a munkám. Illetve 2 évvel ezelőtt úgy gondoltam, hogy szeretném magamat kipróbálni a felnőtt világba, és mielőtt ide érkeztem, 3 MB2-es csapatnál voltam, MB3-as csapatnál voltam vezetőedző. Több olyan alappillér van, amire szeretek építkezni. Az egyik az, hogy igazából őszintének lenne a játékosokkal. 2 az abban hiszek, hogy szervezetten és magas ritmusú edzésekkel tudjunk előre haladni azon az úton, amit elterveztünk. És én is szeretem azt, hogy egy agresszív labdaszerzés, illetve minél magasabban történő védekezés, és lehetőség szerint a lehető legtöbbet tudjunk dominálni a mérkőzésen, akár labdabirtoklásban, akár labdaszerzésben. Volt izgalom mindenkiben, mielőtt elindult az Újpest elleni mérkőzés. Azért utána már a mérkőzésen szerintem egy picikét megnyugodott mindenki, mind a stáb is, mind a játékosok is, mert azért rögtön az elejétől láttuk azt, hogy amit már immárom 3 hete gyakorlunk, azok szépen visszaköszöntek már az első félidőbe, és ott azért egy pici görcs, pici bizonytalanság talán volt még a játékosokban, de a második félidőben ez úgy látszik, hogy átszakadt, és onnantól kezdve a második félidő szerintem már kezdett hasonlítani, illetve úgy nézett ki, amit szeretnénk viszont látni a csapattól.